Miskolc város napját 1993 óta ünnepeljük május 11-én, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, az osztrák-magyar monarchia első uralkodója. A város napján a hagyományoknak megfelelően ünnepi közgyűlésen adták át a város kitüntető címeit és díjait. Vastaps fogadta Miskolc város idei díszpolgárát Fedor Vilmost. Miskolc korábbi alpolgármestere, a város kulturális életének építője, sok-sok éve munkálkodik Miskolcért. Nevéhez olyan a város kulturális életét meghatározó programok fűződnek, mint a Kocsonya Fesztivál, az Opera Fesztivál vagy a Cinefest. Fedor Vilmos a városáért végzett munkássága alapján érdemelte ki a Miskolc város díszpolgára elismerést. Ez hihetetlen elismerés, tényleg. Mikor megtudtam, hát először azt arra gondoltam, hogy valami tévedés történhetett a rendszerben, de rendkívül jól esik. Különösen azért, mert itt nem csak engem ismernek el ezzel a kitüntetéssel, hanem azt a fajta gondolkodást, amit én hosszú évek óta hirdettem, és aminek rengeteg követője lett, és ez az elismerés a munkatársaim elismerése is. Díszpolgári címet kapott még Kevin MacDonald, skóciai születésű, Oscar-díjas hollywoodi rendező, a miskolci származású filmes Pressburger Imre unokája. A díjazott a Cinefesten veszi majd át az elismerést. A díszpolgári címek mellett több mint 30 olyan személy vagy szervezet kapott elismerést, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, öregbítve ezzel Miskolc hírnevét. Veres Pál az ünnepi közgyűlésen utoljára szólalt fel, mint Miskolc polgármestere. Arról beszélt, milyen Miskolcot látna szívesen a város egyszerű lakójaként. Egy boldog, büszke, nyüzsgő, dolgos, okos és zöld Miskolcot szeretnék látni 2030-ban. Egy olyan várost, ami büszke a múltjára, értékeli a jelenét és okosan, bátran tervezi a jövőjét. Azt szeretném, ha Miskolc vezetése 2030-ban is azt keresné mindenkiben, ami összeköt, nem azt, ami szétválaszt. Az ünnepi közgyűlést követően új szobrot avattak a Dérinékertben. Rusznyák Gábor a színház főrendezője és Veres Pál polgármester leplezte le Jenbach Béla, miskolci származású osztrák színész szövegíró szobrát. Leo Steinnel együtt írták meg a magyar operett történet egyik legismertebb művének, a Csárdás királynőnek a szövegkönyvét. Nem volt könnyű gyermekkora, nővérével, Idával, viszont nagyon szerettek színházba járni. Ugye nem messze voltak a színháztól, és itt már akkor is izgalmas előadások születtek, és ez a színház szeretet, ez utána beléjük ivódott. Valahogy mi is ugye mindig ezt reméljük, hogy az előadásainkkal egy ilyen fajta dolgot tudunk elindítani. Miskolc város napját 1993 óta ünnepeljük május 11-én. Annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, az osztrák-magyar monarchia első uralkodója.